Az imént beszélgettünk Zugló volt kapitányával, dr. Léti Lászlóval, most viszont stúdiónk vendége az új kapitány, dr. Dragon Sándor. Mikor érkezett Zuglóba? November 19-én kezdtem a megbízatásom, 16-ától vagyok megbízva a rendőrkapitányság vezetésével, de a beiktatásom ő, hétfőn 19-én történt, meg így hát 19-től datálom én a megbízatásom kezdetét. Mit tudhatunk meg önről? Mit csinált addig, amíg nem volt zuglóban kapitány? Hát egy pár helyen jártam a rendőrség területén belül. Első munkahelyem végül is a budapesti rendőrfőkapitányság volt. Ott kezdtem vizsgálóként a 16. kerületi rendőrkapitányságon még annak idején. Ő rendőri tanulmányaimat 88 és 94 között Moszkvában végeztem a kinti Moszkvai Belügyi Egyetemen. Ahogy befejeztem, utána jöttem vissza a budapesti rendőrfőkapitányságra utána a Budapesti Rendőrfőkapitányság nemzetközi kapcsolatok osztályára, illetve titkársági osztályára rendelt be az akkori Budapesti Rendőrfőkapitány Budrácska tábornok úr. Majd 2004-ig ott is tettem szolgálatot, orosz nyelvtudásom miatt az akkori bűnöldözési főosztály kollégáival dolgoztam együtt egyes esetekben az orosz ajkú bűnözés területén. 2004-ben belügyminiszter úr berendelt a belügyminisztérium tovább vezetőképző, továbbképző és kutató intézetébe az Ottani Bűnmegőrzési Akadémia megalapítására. Ott egy évet, másfél évet dolgoztam, majd átvezényeltek, berendeltek a belügyminisztérium nemzeti oktatási központjába, 12. kerületre, az híresebb nevén hívott FBI akadémiára, ami helytől az FBI akadémiának, és ott 2005-től 2011. december 31-ig dolgoztam különböző titkárságvezetői, osztályvezetői beosztásba, majd 2010-től főigazgatóhelyettes lettem, és 2010. február 1-től neveztek ki ezeresnek, utána már ebben az időszakban gondolkoztam azon, hogy vissza szeretnék jönni az igazi rendőri munkához, tehát a rendőr rendőrséghez, tehát vissza a BRFK-hoz. Bár ezen időszakat végig a BRFK rendelkezési állományából voltam berendelve, de úgy döntöttem, hogy befejezem ottani pályafutásom, és visszakérem magam a Budapesti rendőrfőkapitányságra. Így 2012. január 1-től rendelkezési állományban voltam a Budapesti rendőrfőkapitányságon, és vártam a következő beosztásom, amelyet végül is így november 16-ával meg is kaptam, és így november 16-ától megbízott kapitányságvezetőként viszem a zuglói rendőr, rendőrkapitányságot hogy valaki valamelyik kerületnek, településnek a kapitánya legyen, ez pályázni kell, vagy kinevezéssel történik? Ez kinevezéssel történt. Tehát természetesen megfelelő szakmai múlt kell hozzá, megfelelő tapasztalat kell hozzá, és utána a panasnokok, tehát a budapesti rendőrfőkapitány, illetve az országos rendőrfőkapitány intézkedik, illetve nevezi ki az adott szemét. Hát az reméljük, hogy zuglóban nincsen túl sok nemzetközi bűnöző, de szép számmal akad, állítólagan közepesen fertőzöttek vagyunk Bűn bűnügy szempontjából. Végülis két hete vagyok itt, beszámoltatásokkal kezdtem, tehát innentől kezdve azért már valami rálátásom mindenféleképpen van, illetve ez az a terület, amiben nincsen plusz idő, tehát nincs szabadidő, így gyorsan képbe kell kerülni. 11. kerülettel kapcsolatosan is megfelelő első lépéseket meg kell tenni mindenféleképpen. Remélem, hogy szervezetbűnözői körök nincsenek, ezt azért én is remélem. A fertőződtség az, hogy közepes, az egy ekkora kerülettől. Ilyen lakosságszámmal, ilyen frekventált helyen lévő, tehát a központhoz közel lévő autópályával övezett területen, stratégiai intézmények tömkelegével ellátott kerületben, ez, ez abszolút -e mondhat, mondhatni a mai világban, hogy normálisnak tekinthető. Természetesen nem azért vagyunk, hogy a lábunkat lógassuk, hanem azért vagyunk, hogy ezt a számot próbáljuk még jobban lecsökkenteni. Hát ugye a lakosság <coughs> szemében a normális az egy teljesen más kategória, mert akit sérelem ér, az az a saját sérelme, és akkor azt szeretné, hogy ő vele foglalkozzanak többet. Mi az ön politikája, mint kapitányságvezetőnek? Hát én a minőségi munkára törekszem, illetve a minőségi munkát várom el az állománytól, szintén panasnak, is ezt határoztam meg. Tehát ő, igyekezzünk az intézkedéseket, a navi munkánkat úgy végrehajtani, legyen ez 8 órában, hivatali munkaidőben, legyen ez 12 órában, éppen 24 órában, hogy ne csak bejárjunk a munkáért, hanem tekintsünk ezt hivatásunknak. Tehát magyarul nem menjünk el az olyan esetek mellett, például az utcákon, a közterületeken, amikor látunk, hogy intézkednünk kellene, próbáljuk megakadályozni a bűnözést, próbáljuk megelőzni a bűnözést, próbáljuk megszakítani, és legyen eredményes elfogásunk a közterületeken. Tehát mind a bűnügyi, illetve mind a közön területén abszolút a megerősítése szól a kapitányság, és én meghatároztam a két hét alatt már a elsődleges lépéseket. Ezeket olyan egy hét után már meg kellett fogalmazni, hogy milyen szemletbeli váltást kérek a kollégáktól. Úgy néz ki, hogy nem mennyiségi, illetve nem ember emberhiányal is természetesen az egész rendőrség küzd, ugyanúgy a Budapesti rendőrfőkapitányság, tehát így a 11. keleti rendőrkapitányság is, de egy minőségi szemletváltással nagyon sok embert lehet pótolni. Erre az útra próbáltam most állítani a kollégánkat, illetve a panasnoki állományt, és fölhívtam a beosztott állomány figyelmét, hogy ebbe az irányba kell nagyon elmozdulnunk. A mennyiségi munka rovására hm. megy a minőségi munka? Hát sok esetben, sok esetben elképzelhető, igen. Tehát, hogyha egy embert nem úgy teljesíti, tehát nem úgy jön be a munkahelyére, hogy kedveljön be, hanem már eleve le van törve, eleve egy rossz hangulat alakul ki például a közösségen belül, akkor már eleve nem úgy fogja elvégezni a munkáját. Tehát a 8 órájában, a 12 órájában abba törekszik, hogy a parancsnokok által kiadott feladatokat végrehajtsa, de nem biztos, hogy hozzátesz pluszt. Vagy nem biztos, hogy azt a munkáját a megfelelő színvonalon fogja elvégezni. Viszont, hogyha van egy egészséges légkör, egy egységes kapitányság, akkor ez ad egy táptalajt arra, hogy ő is a minőségi munka felé el tudjon mozdulni, és nem kell többet dolgoznia, csak oda kell figyelnie. És az ugló lakosságának nem arra van szüksége jelen pillanatban, illetve egyik helyett lakosságának sem arra van szüksége, hogy ilyen rendőrautók járkáljanak fölöslegesen az utcákon, hanem arra van szüksége, hogy ez a jelenlét, ez tényleg a bűnözői körökre hasson és hogyha valamit látunk útközben, akkor megálljunk és intézkedjünk a jogszabályoknak szakszerűen, annak megfelelően, hogy ezt megkövetelik. Tehát menjünk ki, lépjünk ki az autóból, ne csak kocsizzunk, hanem lépjünk ki az autóból, menjünk oda az emberekhez, közelítsük meg őket, beszélgessünk vele, vegyünk föl megfelelő információkat, és ezeket hasznosítsuk, és egy minőségi munka keretében lépjünk föl a bűnelkövetőkkel szemben. Tehát én, én egy ilyen jellegű mentális váltást határoztam meg a parancsnokotnak, és úgy néz ki, hogy ő nagyon sok kolléga üdvözli ezt a dolgot, és ő, beáll a sorba egyre jobban. Ennek már vannak az érezményei is. Isten őriz, hogy a lakosok most azt gondolják, hogy a zuglói kapitánságon rossz a hangulat. Nem, 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 nem olyan értem, de nem, nem is mondtam, hogy rossz a hangulat. Csak nem mindegy, ezt ön is nagyon jól tudja, hogy az ember hogyan kell föl, hogyan megy be a munkahelyére, és milyen eredménnyel zárja a napot, és milyen összegzést tesz a nap végén, hogy megcsináltam-e mindent vagy sem. És mindig hozzá lehet tenni egy picit, ami nem kerül többbe. Nem, nem veszel nagyobb energiát, nem veszel több időt az embertől, de mégis lehet jobban csinálni, mégis lehet szakszerűbben csinálni. Egy jelentést meg lehet írni sokkal ö, szabályosabban, nem csak alakilag, hanem tartalmilag is úgy, hogy az a következő egységnek, akinek átadása kerül, már ne kelljen azzal foglalkozni, hogy javítani kell ebben a dolgokat. Tehát erre föl kell hívni az állomány figyelmét, és mindenféleképpen ezeket a részeket meg kell követelni. Zuglóban nagyon jól működő kerületőrség és polgárőrség van. Sőt, önkéntes tűzoltóság is van. Megismerkedettem már velük, és, és hogy érzi, hogy szükség van-e rájuk? Már a korábbi pályafutásom során ezt a kapcsolatot én már fölvettem, tehát számomra ez már nem volt új, hogy bekerültem ide a zúlói kapitányságra. Ő természetesen mind a polgárőrsége, mind a kerületőrség tevékenységére. Most én főképpen az ő tevékenységükről beszélek. Tűzoltósággal természetesen, mint együttműködő partnerrel, rendvédelmi szervvel egyértelmű fönn kell tartani a kapcsolatot. Mindenféleképpen számítunk rá, számítunk az ő segítségükre. Mivel nincs elég ember, ahogy már mondtam, mindenféleképpen az önálló tevékenységet folytató polgárőröknek a munkájára, tapasztalatára hatalmas szükségünk van. Mondhatom azt, hogy a legjobban szervezett zugló polgárőrsége, illetve kerületőrsége tapasztalataim alapján nem csak budapesti szinten, hanem országos szinten is. Nem, nem méltatlanul végülis ez a központ úgy szólván. Azt mondtam a kollégáknak, hogy ha eddig nem működött ez az, az együttműködés, vagy nem volt megfelelő színvonal az, az együttműködés, akkor kezdjük el bevonni, kezdjük ezt jobban megerősíteni. Tehát az akciók során kérjük őket, ők jönni fognak, segítenek tehát plusz ember tudunk behozni az akcióba, esetleg rendőr kollégánkat tudunk adott esetben pihentetni egy következő akció megszervezésére, vagy esetlegesen, ha nem elég a belső rendőri erő egy adott akció végrehajtására, vagy éppen adott cselekményekre való reagálásra, akkor egyértelműen számíthatunk a polgárőröknél, és mindenféleképpen én számítok is rájuk. Tehát én az együttműködés megerősítését rendeltem el, illetve már egy-két akcióban már végül is meg is indultak a megbeszélések, főleg itt az ünnepi sorozatra való tekintettel, amit Január 6 áig fogunk folytatni. Itt már mindenféleképpen polgárőrök bevonásával fog megjelenni a rendőrség a köztörleteken szintén. Nagyon sokat beszélnek mostanában a hajléktalanokról. Zuglóban is vannak, tapasztaljuk, milyen álláspontjuk van a hajléktalanoknak a kezelésével kapcsolatban. Mai eligazításon hallottam a szolgálati irányító panasnokot, végighallgattam, milyen utasításokat adott. Megkértem, hogy ezek ne látszat intézkedések legyenek, tehát ne csak menjünk oda, kérdezzünk tőle két szót, üljünk vissza az autóba és menjünk el, hanem tegyük meg a szükséges intézkedéseket, értesítsük azokat a szervezeteket, akiknek kötelessége illetve norma szempontjából állam még dotálja is őket, tehát jöjjenek ki, intézkedjenek akár takaróval, akár melegitallal, ha kell, akkor vegyük be a rendőrautóba, vigyük el őket a melegedőkbe, próbáljuk őket rábeszélni arra, hogy napközben is, illetve most fölhívtam a figyelmet, illetve a szolgálati iránytóparancsnak is fölhívta az figyelmét, hogy minuszok várhatók az esti időszakban. Fokozottan az esti állomány szolgált teljesítése ő, során figyeljen a hajléktalanokra, vigyék el őket a szálláshelyre, adott esetben országos mentőszolgáltat értesítsék. Tehát ne legyen csak annyi, hogy elmentünk mellettük, ismételten ott van, nem foglalkozunk, hanem megyünk tovább, hanem álljunk meg, szálljunk és intézkedjünk. Hát jó lenne, ha senki sem fagyna meg ezen a télen, nem csak zuglóban, hanem bárhol. Lakossági jelzést szeretnék továbbítani önnek, az ondvezér útja, ondvezér park, és hát elmondhatjuk, hogy gyakorlatilag ez az egész nagy lakótelep idős emberei ki vannak téve különböző támadásoknak, és kérik, hogy esetleg jobban figyeljenek oda rájuk. Köszönöm szépen, reagálnék is rá, hogyha megengedi. Akcióterveket készítettünk már nem is egy alkalommal az elmúlt két hét idejében a Elszabadult kiemelten kezelt bűncselekmények kapcsán, két sikerről is beszámolhatok már, tehát két akció, két sikerrel záródott többek között nyakláncletépésekkel kapcsolatos bűncselekményeket is megpróbáljuk egy előre prognosztizálni, tehát hogy melyik felderíteni, hogy melyik területen van. Jelen pillanatban az elemzők foglalkoznak ezzel a kérdéssel a kapitányságon, megpróbálunk egy olyan bűnügyi térképet összeállítani, amelyből kiderül, hogy melyik területen, milyen időszakban, milyen pontok között körülbelül kinek a sérelmére követnek el, milyen kurók sérelmére követnek el, és erre külön akciótervet határoztam meg, hogy dolgozzunk ki még itt az ünnepi sorozat előtt és ezeken a területeken mindenféleképpen lépni fogunk. Én úgy érzem, hogy a on... Bűnügyi állománya, állomány állománya, tehát a közendővédelmi rendészeti alatt megerősítve ö, elég komoly lépéseket tudnak tenni. Tehát a két akció már bizonyítja kettőből kettő. Persze ez nem azt jelenti, hogy minden egyes akció megfelelő eredménnyel fog zárulni, de már, hogyha egy megszakítást, már, hogyha egy jelenlétet el tudunk érni, ott már akkor a bűnöző csoportokat meg tudjuk zavarni. De én bízom a kollégákban, bízom a közveti megbízottak tapasztalatában, illetve azért elég sok információ áll már a rendelkezésünkre, és ilyenkor szoktunk általában akciókat szervezni, hogyha már előzetesen azért megvan az információ, és megpróbáljuk ezt végigjárni, illetve az elkövetőket utána később akciósorán azonosítva elfogásokat realizálni. Tehát meg mindent megteszünk, Üh, jegyezve van ez a dolog végül is, tehát ezt mi is tudjuk, én is kapok lakossági bejelentést telefonon is, illetve e-mailen keresztül, megpróbálok ezekre szintén reagálni, illetve ezek a jelzések pluszba hozzá segítenek bennünket ahhoz, hogy lássuk azt, hogy melyik területen alakult ki, de az értékelemzők ezt a, ezeket a részeket nagyon jól egyelőre az én utasításomra egészen jól kimutatták, a két eredmény mutatja. Persze nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy folyamatosan figyelmeztetni kell a lakosságot, hogy mi a csodának kell mondjuk úgy vastag aranylánccal sétálni, és ünnepi időszakban meg az erszényeket, ahol a pénzt tartjuk, el kell dugni. Hát figyelmetlenek vagyunk, azért ezt hozzá kell tenni minden szempontból tehát bűmegelőzési oktatásokat is tartunk. Külön van egy kolléganő a rendőrkapitányságon, aki nyugdíjasok részére tartotta a BRFK-val közösen bűmegelőzési előadásokat, amelyben a trükkös lopásokra, illetve az egyéb ilyen hasonló jellegű cselekményekre felhívta a figyelmet. Nagyon sok esetben tapasztalom a jelentések során, hogy de azért mindig belefut valaki, azért mindig egy-egy laptop, azért eltűnik egy-egy autóból, azért csak ott hagyjuk a hátításkát a kocsi hátuljában, tehát látható helyen tehát sajnos ezek a, ezek a dolgok hiába, akár milyen fórumon hívjuk fel, akárhányszor hívjuk fel a figyelmet, azért a napi jelentésekbe ezek az anyagok mindig belekerülnek, ezek a dolgok mindig belekerülnek. Igyekszünk természetesen ö, fokozni ahogy mondtam, hogy elindult egy akcióterv az ünnepi időszakra, ami ugye átnyúlik januárban is. Itt a polgárőséggel közösen, közteletfelügyelettel közösen, illetve a rendőrség bűnügyi, illetve a rendészeti állománya állományával közösen tervezzük az akciót. Folyamatos nappali jelenlétet próbálunk biztosítani minden egyes frekventált területen, illetve azokon a területeken, ahol ugye pluszba ugye még bejelentéseket is kapunk. Tehát igyekszünk mindenütt ott lenni, egy kis türelmet kérünk azért a mert megfelelő állományon állományo megfelelő területet lehet lefogni, de igyekszünk úgy megtervezni ezeket az akciókat, hogy azért mindenütt lássák a mi jelenlétünket, és ne csak a jelenlétünket, hanem az aktív jelenlétünket lássák, tehát hogy ténylegesen dolgoznak a kollégák. Sok sikert kívánunk a munkájához, és reménykedjünk, hogy egyre kevesebb bűnöző lesz zuglóban. Köszönöm szépen, mi nem reménykedő, mi igyekszünk tenni érte. Köszönöm még egyszer.